Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Pálvölgyi Miklós, a Öttusázók Szövetségi Kapitánya. Szervusz, üdvözöllek, gratulálok, hiszen a római világkupa versenyről több érmet is elhoztatok, ugye egyéniben 2 ezüstöt, ugye Kassa Róbert és Földházi Zsófia révén. Gondolom, nincs benned hiányérzet most így a római világkupa után. Vagy? Nem. Van? Egyáltalán nincs. Egy nagyon jól sikerült verseny, és főleg azért örvendetes, mert a Földházi Zsófi gyakorlatilag egy éves versenyszünet után tért vissza. És ugye volt egy keresztszalag operációja szeptember elején, közepén, és hát szép lassan abból föltámadt, fölgyógyult, és olyan mértékben, hogy ezt a versenyt ilyen szép eredménnyel zárta. Eredetileg az volt a terv, hogy mindenképpen csinálja meg ezt a versenyt, hogy a kecskeméti világkupára, illetve majd a berlini VB-re már harcképes legyen. Nem vártuk, hogy ilyen mértékben elől végez, azt hiszem ő se. Uh-huh. Örömteli meglepetés. A másik a Kassa Robinak a jó szereplése, aki ugyan szarazótában indult, de nem volt teljesen egészséges, és nem is ennek megfelelően nem is produkált valami világra szólót. Most viszont ezen a versenyen remekül versenyzett, és negyedik lett a Marosi Ádám, aki hát szintén a szarazótát kihagyta, és Kairóba is olyan félig meddig egészségesen ment el, tehát igazán jó versenye nem volt még az idén, és egy egész jó versennyel negyedik helyen végzett egy óriási finisbe. Gyakorlatilag az első 4 között minimális volt a differencia, tehát ez a verseny akár másképp is történhetett volna, de egy nagyon jó verseny volt. Önálló volt az, hogy nem találták a találatot? Hát a selejtezőbe a táblája nagyon furcsán viselkedett, de nem csak az övé, másoké is, és szemmel jól láthatóan 4 lövést nem fogadott a tábla, tehát ugye akkor visszavillan a tábla, amikor érzékeli a lövést, 4-szer csendbe maradt. És erre mit mondok? Azt mondják, hogy akkor a táblát se találta el? Tehát hát nem lehet sajnos rekonstruálni ezeket a nem fogadott lövéseket, mert maga a gép se rögzíti. Tehát az akkor, amikor elcsetten a pisztoly, akkor utána elmegy a levegőbe, azt nem lehet bizonyítani, hogy volt vagy nem. Most az, hogy én látom, hogy valaki látja, az nem. Ez ennek a rendszernek a hibája, hogy gyakorlatilag óvási lehetőség nincsen. Húha. De bízunk benne, hogy ez a technika kiheveri ezeket a gyermekbetegségeket, és jobb lesz. Nálunk itt Kecskeméten biztosan jobb lesz, mert egy más rendszerrel, amit mi többször kipróbáltunk már, és azt kell mondanom, hogy hiba nélkül rendeztünk vele versenyeket, azt fogjuk alkalmazni, és reméljük, hogy nem lesz. Akkor most többféle rendszerben lehet rendezni lövészetet, öttus a világkupa versenyeken? Gyakorlatilag ugyanaz a rendszer, ugyanazok a idézőjelben szabványok vonatkoznak a táblákra, csak a táblák minősége nem azonos, illetve hát a különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodása nem azonos, és azt vettük észre, hogy ez a tábla, ami Rómában volt, ez a gyártmány, ez napfényre különösen érzékeny, és ugye az Ádámnak a selejtező futama az még délután 2-kor volt, vagy 3-kor, amikor még erős napsugárzás volt, és hát rendetlenkedett a tábla. A miénk nem fog, úgyhogy mi ezt már leárnyékoljuk, megvan a... És ezt egyébként továbbadjátok, ezt a nemzetközi szinten a többi ország
szövetségének, hogy erre figyeljenek oda, hogy ez előfordulhat? Most Rómában külön volt egy ilyen értekezlet, ahová minden országot előzetesen meghívtak éppen ezekkel a táblákkal és a lézerlövészettel kapcsolatos problémák miatt. Ugye időnként előadódik, főleg ebben a francia táblával, ami most volt Rómában, hogy rendetlenkedik, vagy valamiféle rendellenes működést mutat, vagy nem csak bizonyos korrekciók után lehet csatasorba állítani. És hát ott komoly tudományos alapon foglalkoznak ezzel az egésszel, ami számunkra héberül vagy arabul van. De az eredményt azért azt látjuk, hogy megoldható lesz, mert a mi tábláinkon, ami kb. 13 elejétől, közepétől van a birtokunkban, rendeztünk már világkupát, utánpótlás világbajnokságot, még egy világkupát, Európa bajnokságot, a hazai nagyversenyeinket ezzel rendezzük, és semmiféle problémát nem volt. Igaz, hogy minden esetben egy hozzáértő technikus már, aki előállította ezeket a táblákat, gondozza és beállítja, és így aztán sikerül. Visszatérve itt a római világkupa versenyre, akkor azt jelenti, hogy férfiaknál akkor kezdünk formába rendőr, ugye Kassa, ugye másik, Marosi negyedik lehet. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy rendben jöttek, mindenki egészséges, most már is kezdik utolérni magukat? Igen, hát gyakorlatilag ez a helyzet, hogy mi ezzel a római világbajnokság világkupával kezdtük a versenyzést, hiszen a Szalazótában egy csonka csapat ment, abból is ugye a Kassa se volt teljesen egészséges, mindenki betegségéből kelt fel. Kairóban ugyanaz, hogy a betegségeket, sérüléseket lezárva egy nagyon rövid idő volt felkészülni, tehát én azt mondtam, hogy Rómával kezdődik nekünk a versenyszezon, és majd jön utána Kecskemét, majd lesz egy világkupa döntő, ahol az már kvalifikációs verseny, egy helyet, a győztes helyét azt már olimpiai kvalifikációban mérik ki, tehát ő már induló lehet, és utána van a berlini VB, ahol három helyet osztanak ki, és augusztus közepén pedig van a angliai Európa bajnokság, ahol az európai versenyzők 8 helyet szerezhetnek meg. Most már lassan megkezdődik akkor az olimpiai egyében a versenyzés. Hát igen, megkezdődik. Nem lesz vele problémánk, azt gondolom, hogy 4 fiú kvalifikációt fogunk szerezni, és 3 lány kvalifikációt, és ugye 2-2 indulhat, az majd bőven engedélyezi nekünk, hogy akár egy sérülés esetén is, vagy valami közbejött esemény ellenére is, dacára is 2-2 jó versenyzővel tudjuk magunkat képviseltetni. Nőknél Földházi Zsófiára akkor lehet most már akkor stabilan számítani? Igen, őre lehet számítani, hiszen ő már 13-ban felnőtt Európa bajnok volt, és volt junior világbajnok is, pontosan 14-ben az volt az utolsó verseny. Igen, csak utána volt egy nagyon hosszú időszak, amikor különböző sérülése, betegsége. És akkor valahogy a VB-re fölépítettük, és akkor el is indult, de a döntőbe, az első asszóba történt ez a sérülése, hogy egy ilyen keresztalag műtét lett belőle, hát hosszan kihagyott. Tehát a nőknél a Földházi Zsófi, Kovács Saci és az Alexejev Tamara fognak kvalifikációt szerezni. A fiúknál meg a 4 nagyfiú, ugye a Marosi, Kassa, Tibolya, Demeter Bence, és hát a Demeter Geri se lesz messze tőle, ha vagy megszerzi. Nem tragédia, ha 5 lesz, akkor se tudunk vele számolni. Nem baj, mert nem baj, hogy egy-két fiatal is maradt van, és mutogatja magát, nem? Ja. Egyébként az utánpótlásunk most nagyon jónak mutatkozik, nagyon ügyes gyerekek vannak, fiúban is van 6-7-8 olyan gyerek, akire majd a jövőben, a közeljövőben lehet számítani. Lányoknál is nagyon sok ügyes, jó fejű kislány van, akik egy-két éven belül ott lesznek a válogatottban, és a nemzetközi versenyeken is. Ugye akkor rosszul indult az év, ugye elmondott, hogy miért, igen, de akkor most majd akkor rátaláltunk a helyes útra, és akkor jöhet a Kecskeméti világkupa, ugye? Tehát igen, teljes csapattal indul, mindenki rendben teljes lesz. Teljes csapattal, reméljük mindenki rendben lesz, 12 magyar indulhat egy ilyen hazai világkupán, ugye más helyeken csak 4, úgyhogy 12 fiú, 12 lány el fog indulni az utánpótlás elején. Megvan már, hogy ki az a 12? Igen, megvan. Hát én remélem, hogy mindenki egészséges marad, nem jön közbe semmiféle betegség, a legjobb erőinkkel tudunk majd részt venni ezen a világkupán. Egy nagyon jó helyszín, nagyon szép, nagyon... Ez egyébként a magyarok szempontjából nézve
milyen jelentőséggel bír? Tehát mennyire fontos az, hogy hol végezzenek? Annyiból fontos, hogy például a Zsófika, akinek egy versenye van, azért az szükségeltetik még egy, hogy a világkupa döntőbe bekerüljön. Uh-huh. Egyel, még ha második is volt. Bizonytalan. Bizonytalan. És a fiúknál is ugye a Bencének is van egy jó döntős helyezése, ugyan most kiesett, de a Kairóba azért értékes pontokat szerzett, tehát ő is még egy olyan akár 10., 15. vagy 20. helyjel, attól függ, hogy hogy alakulnak az erőviszonyok, kvalifikálni fogja magát a világkupa döntőre. Hát azért az abból a szempontból fontos, hogy már egy olimpiai helyet meg lehet szerezni, jó lehet ugye a többi versenyek majd az év folyamán több lehetőséget nyújtanak. Elképzelhetetlen, hogy a Marosi Ádám már rögtön begyűjti az olimpiai kvalifikációt? Mennyire van most jó formában? Mennyire jó formában, jó formában? Van. Most jó milyen formában állapotban van? Jó formában van. Fizikailag teljesen jó formában van. Hát nyerte a vívást, nem lehet rámondani semmi rosszat. De azért is előfordulhat egy ilyen eset, mert a legutóbbi olimpiai kvalifikációs világkupa döntőt London előtt, Londonban, mert ott volt, azt a Kaszarobi nyerte, és ebből ő rögtön kvalifikálta magát, és hát ugyanúgy ugye Maró is nyerhet, vagy akármelyik lány versenyzőnk, de ha nem nyerik meg ezt a versenyt, akkor sincs tragédia, mert a VB-n, EB-n fognak annyi lehetőséget kapni, hogy megcsinálják a kvalifikációt, és mondjuk aki ott nem szerez így helyezéssel kvalifikációt, az pedig jövő júniusig tartó kvalifikációs év pont rendszere, illetve hát a igen, világ ranglista pontjai alapján fog majd kvalifikációt kapni, mert nagyjából úgy van, ugye, hogy országonként kettő indulhat, azt jelenti, hogy 4 orosz lesz kvalifikálva, 4 magyar, 4 francia, 3 olasz mondjuk, meg innen-onnan még igen, esetleg plusz, és ezek tolják hátra a ranglista helyezéseket, tehát nagyjából úgy a 45-46. Helyezett még reménykedhet, hogy bekerül a 36-ba, vagy még esetleg hátrébb is egy picit. Hát mi pedig ott inkább az első 10-be, 15-be, 20-ba szoktunk végezni a világranglistán, tehát senkinek se lesz problémája. Egyedül igazából akkor a problémát mi okozhatja az, hogy az olimpiára már most elkezdjük a felkészülés, hogy minden kezdjük el? Nem, hát ezt az évet a kvalifikációnak szenteljük, és próbálunk kvalifikációt szerezni éppen azért, hogy a következő évben... Akkor csak nekem tűnik olyan könnyű, hogy meg lesz a kvalifikáció. Az, hogy meg lesz a kvalifikáció, nem egy akkora feladat nagy képűség nélkül, mondom. Ezért gondoltam arra, hogy esetleg lehet, hogy már egy variál az ember egy kicsit. Hát nyilvánvalóan abban gondolkodunk, hogy mit lehet majd jövőre jobban csinálni, vagy hogy kell megszervezni az évet. Most például ugye ennek a római verseny lovas számának a tanulságai alapján fogunk keresni olyan lovaglási lehetőségeket, amit eddig nem találtunk. Hát a Kaszarobinak volt egy feszítő zablás lova, amit mi ötösában nem nagyon használnak, és lényegesen ugye ott nagyon-nagyon finoman kell bánni a lószájával, mert különben leblokkol. Nagyon szépen meg is csinálta a melegítésbe, a 7. ugrásig kiválóan, olyan szépen együtt dolgoztak, olyan puhán, hogy jó volt nézni, és ott valahogy a keze elmaradt, egy picit belefogott, és utána beleugratott a 8-as akadály, az egy 2-es ugrás volt AB ellen, mind a kettőtől bevette és kivitte a rudakat, mert ugye a lónak olyan mérhetetlen fájdalma van ettől a feszítő zablától. Tehát mi ilyeneket nem nagyon szoktunk használni. Hát csikózablával szoktatok hát általában. Igen, ezt fogjuk majd gyakorolni, illetve hát keresünk olyan lovas lehetőségeket, ahol még a mieink. Ez olyan jobb. A sorsrás szeszélye volt, hogy neki pont ezt a lovat sorsolták. Hát ez egy tartalék ló volt, mert az a ló, amit eredetileg kihúzott, az már a lányverseny során is kizáródott, mert nem volt képes teljesíteni a pályát, és betették a fiúba, ott is kizáródott, és ezért mi lecseréltük a tartalék róla. Egy jó képességű ló volt, de mondjuk ez a feszítő zabla, illetve hát az érzékeny lovaglást igénylő. Igen, más természete más, miatt nem volt egy könnyű feladat, de miután a Robi is, meg a Marosi is a két legjobb lovas a nemzetközi ötös a mezőnynek, tehát ők azért, ha valaki meg tudja oldani, akkor ők meg fogják tudni oldani ezt a versenyszámot. Tehát vívás?
Változatos, mert ott a legnagyobb a pszichés terhelés, ugye, és hogyha valaki éppen rossz paszban van, akkor tud egy kicsit visszaesetten teljesíteni. Most nagyon jó teljesítettek, fejfej mellett végig. Pozitívba mentek előre, ugye az Ádám az 24 győzelmet csinált, az egy egész jó teljesítmény, a Kaszarobi meg 23-at egyel mögötte volt, és van most ez a bónuszvívás, amit a lovaglás helyszínén csinálnak meg egy páston. Azt jelenti, hogy a 36-dik elkezd vívni a 35-dikkel, a győztes tovább megy, és minden egyes győzelemért kap egy pontot. Ugye a Kaszarobi az volt versenyben ilyen negyediknek volt, vagy ötödiknek besorolva, de minden asszonyát megnyerte, sőt a versenygyőztese kerül utoljára sorra, az volt a Marosi, és azt is leverte, tehát ezt a bónuszt ő nyerte, úgyhogy két vívást is nyertünk ezen a versenyen, ami ugyanaz. Ugye rendben van, úszásfutásban rendben vannak ezek a gyerekek, nagyon jól teljesítenek, és lövészetben is, illetve hát a kombinált számba. Ugyan most az Ádámnál volt egy kis megingás ebbe a számba a lövészettel kapcsolatban, de rajta vagyunk, hogy korrigáljuk. Ha jól emlékszem, Földházi Zsófiát, igazából ugye ő úgy kezdte el ezt a versenyt, mondta is, hogy nem tűzte ki maga elé, hogy hol végez, hanem menjen végig, nézzük, próbáljuk meg, hogy mit bír a test. És a vívásnál elért sikerek dobták fel, ha jól tudom? Nem. Ő egy... Volt valami momentum a versenyen, amikor... Hát egy közepes vívást produkált tulajdonképpen a Zsófi. Pontosan ugye a vívásban hiányzik a verseny, a közvetlen versenyrutin. És jól úszott, és ugye úszással a női mezőnyben szépen előre lehet bandukolni. És jól is lovagolt, nem egy egyszerű lovat húzott. És nagyon szépen ment a pályának az első felén, vagy még többén, utána egy picit azért elfogyott, mert ez kevés volt, és egy nehéz lovaglású volt, de nem hibázott idő túllépése volt. És hát tulajdonképpen a kombájn alatt láthatta meg a lehetőséget, hogy itt előre lehet menni. Nagyon jól lőtt, hamar előre szaladt, a hatodik helyről indult, hamar előre ment, és ott megérezte a lehetőséget. És egy nagyon szép futással. És miért is hát, ha már ott van, akkor ne szoruljon le a dobogóról. De ez jó, ez kell. Egy nagyon jó versenyző, és ha most egy kicsit beversenyzi magát az év hátra lévő versenyein, nagyon sikeres lesz. Jó, tudom, ő tovább maradt kint Rómában egy-két nappal. Igen, ő csak tegnap jött haza, mi meg hazajöttünk vasárnap. Ott volt a Nemzetközi Szövetségnek egy ilyen fotózása, egy ilyen... valami albumot készítenek előre, ami a Zsófit meghívták, és... Na, mi alapján? Hát valószínű, hogy viszonylag jól néz ki. Egy helyes kis pofájú kis fiatal leányka, aki jól mutat a antik szobrok mellett, vagy nem tudom, hol fotozták őket, majd megnézzük a képeket. Vagy már tudnak valamit az későbbi eredményeiről is? Már sejtenek valamit? Sejthetik, hogy itt lesz valami, és reméljük, hogy lesz is. De valóban a Zsófi az nagyon ugye fiatal is, első éves felnőtt. Ő tehetséges, szorgalmas, motivált, akar versenyezni, úgyhogy ő mire sok jót fogunk hallani. Ugye a másik lányról, a Kovács Sasziról is azért két szót illik szólni, nagyon jól versenyzett, de a kombájnra elfogyott, elfáradt. Ugye ő neki is az év elején ilyen derékbántalmak, aztán mindenféle betegsége volt, tehát viszonylag kevés munka van benne. És szóval akkor öttusázzál, és akkor nem leszel egészséges? Nem, a kettő nincs együtt, mert az influenza nem sporták függő, az a tőlünk függetlenül is jön, meg ezek a kisebb sérülések sajnos bekövetkeznek. Azt mondom, hogy hosszú időn keresztül nem volt ilyen sérüléses, meg egészségügyi problémánk, most egy kicsit csőstől szakadt ránk, de reméljük, hogy mindenki kigyógyul aztán. Hát most. Ne az olimpiai évében. Itt a tavasz most már azért. Igen, hát igen. Én bízom benne, hogy egy nagyon jó felkészülést fogunk tudni csinálni, hogy idén megcsináljuk azokat a kvalifikációkat, amiket tervezünk, és utána tudunk koncentrálni teljesen az olimpiára. Pihenő nincs, ugye? Hogy ne lenne, majd itt Kecskemét után befejezzük a versenyt hétfőn, és akkor az a hét az pihenő. De most akkor nincs. Tehát most nincs. Hát egy-két nap. Készülnek a Kecskeméti világkupára. Persze, egy-két nap könnyebb, de készülünk tovább. És majd az Európa-bajnokságot követően, ami szerencsére most viszonylag korán
meg lesz, augusztus közepén. Lesz egy hosszabb szabadság, és ősszel kezdünk egy lovastáborral, tatai táborral, lehet, hogy elmegyünk Brazíliába is, egy kicsit körülnézzük, egy kicsit ott készülünk egy-két hetet az ősz folyamán. Hát aztán majd még meglátjuk, hogy milyen versenyek lesznek kiírva a jövő évre, de nagyjából ez a világkupa rendszer van, és a jövő évben még beszámít a VB, meg lesz még egy világkupa döntő. Hogy álltok a lovakkal? Most hol vagytok? Hol készültök most? Azt tudom, hogy régen ugye szó volt arról, hogy elmentek, igen, illetve igen. Kellenének lovak is. Igen. 24 nagyon jó lovunk van, az öregeket lecseréltük. Uh-huh. Tavaly az ötös istálóba 7 lovat vettünk, a volán istálóba talán 5-öt, vagy 4-et, nem tudom pontosan. Nagyon jó képességű lovunk, egész megfrissült az állományunk. Tényleg versenyekre is, edzéseken minőségi munkát lehet elvárni. Akkor jó, akkor a fiúk is, a lányok is tanulnak újabb dolgokat, mert ugye újabb lovak vannak, hát újabb történetek. Nagyon jó lovaink vannak. Az a Tatterzál az át lesz építve, valamikor elkezdődik az építkezése. Még nem tudom, hogy mikor. Hát szeptembert mondják, aztán majd kiderül, hogy mikor lesz. Valószínűleg a galopra megyünk, és egyidejűleg mondanám, hogy a galopon van egy nagy tervünk, ami egyelőre csak egy ilyen demonstrációs anyagban van meg. Mi szerint ott fogunk építeni egy ötös a bázist, na, ahol egy kis vívóterem lesz, egy kis lőtér lesz, lesz egy kis pihenőszoba, masszírozószoba, konditerem, irodák oda költöznek, öltözők, és talán egyszer még majd a galoppájával együttműködve, meg a kerülettel, meg az egész környezettel még talán egy úszodát is tudunk oda építetni. Hát igen, az egyedül az, ami úgy egy kicsit úgy kilóg, most jelen pillanatban az ember elképzel a Kincsen parkot, hogy egy kicsit úgy azt tűnik, hogy egy kicsit olyan idegennek. Hát az a víz. Igen, igen, de mondjuk akkor óriási területek vannak, igen, a Kincsen igen, park területén, tehát mindent meg lehet oldani, sőt ott egy fedett lovardát is tervezünk ott még, hogy tudjunk dolgozni, tehát szépen komplex tervek mert vannak. Mert dílovas díjugratópályát az föl lehet hát az húzni, nem, az adja az magát nem ott probléma, a terület. Nem probléma, de mondom ott ilyen egy, hát felújításra szoruló istáló épületek vannak, de olyan állapotban, hogy be lehet költözni. Akkor még te kapitány leszel, amikor ezt átadják? Hát ez a terv, ez most született meg, és ebben a Pécsi István, a galop igazgatója, igen, vagy a Kincsen park igazgatója vett részt, és a Lázár Antal Kossuth Díjas építész, aki volt ötösházba, és most távlovas, hárman állítottuk össze ezt az anyagot, egy nagyon, nagyon szép látványos kis albumot csináltunk, amit elküldtünk az illetékeseknek, és a következő tervidőszakban, a beruházási tervidőszakban akarjuk elkezdetni ezt a dolgot, és azt gondoljuk, hogy 17-18-ra ez feláll. Uh-huh. Hát ha nem is leszek kapitány, de ezt a tervet, ezt mivel magaménak érzem, gondozni fogom megszületéséig, de van egy olyan gondolat bennünk, hogy mert ez egy olimpiai helyszín is lehetne, és a tervben meg is említjük, hogy hogyan lehetne megrendezni egy magyarországi olimpiát ezen a területen, és van egy olyan gondolat bennünk, hogy az úszókhoz hasonlóan 17-ben rendeznénk egy VB-t, ami igazán kiemelkedő színvonalú VB, ahogy Magyarországon egy VB-t megrendezünk, és ebből demonstrálnánk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé, hogy mit lehet ebbe a sportágban, rendezésben, külsőségekben, létesítményekben felépíteni és használni, vagy pedig 19-re a hagyományos, ugye a 9, mindig az évtized 9-es éveibe volt eddig VB, egyet-kettőt leszámítva, 2019-ben akarunk ott egy VB-t csinálni. Ez a két variáció lebeg előttünk, meglátjuk, hogy tudunk előre haladni ezzel a beruházással, és aztán majd eldöntjük, hogy mi lesz. Ez akkor még ugye a távoli terv, a közeli terv akkor, hogy zárásként Kecskemét világkupa. Még egyszer utoljára, mikor lesz a verseny? Ez április 30-án kezdődik, és május 4-éig tart, és Kecskemét sportlétesítményeit fogjuk használni, a Messi csarnokot, ott az új úszodát, és mellette van ez a gyönyörű
liget, ahol már más világversenyek is voltak, és a tavalyi világkupa versenyünk is ott volt, egy gyönyörű zöld mező fákkal övezve. És az összes terület, magyar élversenyzőnk ott lesz, tehát az utánpótlásból is mindenki ott lesz, 12 fiú, 12 lány fog indulni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További sportosat.